Köszöntöm a kedves hallgatókat a Országos Széchenyi Könyvtár podcastjának nyolcadik adását rögzítjük éppen. Itt a Széchenyi Könyvtár működéséről, munkatársairól és munkatársaival mutatjuk be a tevékenységünket, és most egy nagyon új dologról beszélünk, legalábbis a Széchenyi Könyvtár elmúlt 220 évét tekintve a digitalizáló központot mutatjuk be, vendégünk Pohánka Xénia, ő a digitalizáló osztály fotós csoportjának a vezetője, és Kukár Barnabás Manó, a fotós csoport vezetőjének a főnöke, a digitalizáló osztály vezetője. És ez a központ, ez egy, ez egy hatalmas területen helyezkedik el. Kérlek, mondd el, mintha ott lennénk, és a nézőkön lenne egy, egy fekete szemüveg, hogy miket látunk, hogy néz ki ez a központ. Igen, ez egy viszonylag nagy terület, tehát egy 1600 négyzetméterről beszélünk, ez a könyvtár 8. emeljentén került kialakításra, és két részből áll, egy galéria részből, ahol a fotós csoport dolgozik, és egy, egy munkatérből, ahol a tömeges beolvasások zajlanak. Mit jelent, hogy beolvasás, amikor a, az analóg dokumentumban a digitális fájlokat állítunk elő. Ez gyakorlatilag a digitalizás lényege. Ezt úgy kell képzelni ezt a területet, hogy uh, ugye ez egy nyílt munkatér, itt korábban uh, közösségi tér volt, uh, büfé volt a, a könyvtár uh, bizonyos időszakában, és ebbe beépítettek egy uh, korszerű uh, gépészeti állványzatot, gyakorlatilag a szelőzőrendszer, rendszer, világítás technika megításra került az elektromos rendszer, és ez alá került be, betelepítésre gyakorlatilag az a 30 nagy beolvasó egység, az a 30 munkálmás, amivel jelenleg a digitalizáló dolgozik. Érdemes ezt besorolni, hogy melyik a jobb, melyik a kevésbé jobb, vagy ez rossz megközelítés? Hogyha a gépekre gondolsz, akkor minden jó, csak minden másmire, másra alkalmas, tehát van egy mondjuk egy dokumentum szkenner, amit olykor szeletelős gépnek használunk. Ez a, amikor nincs egy, összekötve egy, egy, könyv, vagy szálas dokumentum típusra, mondjuk Cédula katalógusra gondolok, akkor ezt gyorsan nagy tömegbe behúzgálja. Percenként sem, mondjuk 100-120 oldalt oldalpárba, tehát mind a kettő és a verzó oldalt egyszerre. De persze vannak emellett másfajta gépek, amik például V-bölcsős megoldással dolgoznak, tehát az azt jelenti, hogy nem kell egy V-alakú könyvtartót kell elképzelni, nem kell teljesen szétfeszegetni, 180 fokba kiteríteni a dokumentumot, és akkor azt úgy tudjuk beszkennelni például. Amikor elkezdődik a digitalizálási munka, akkor szükség van az államányvédelmi munkatársa is. Amikor megkaptuk egy anyagot, akkor ki dönti el, hogy döntétek el, hogy ez vébölcsőre megy, ez fotózás alá megy, ez robotszkenner alá megy, mi ez a folyamat, hogy kezdődik az egész? Igen, ez nagyon-nagyon fontos a munkánk szempontjából, hogy gyakorlatilag ez az origó, még a tömeges munkafolyamatainknál is történik előválogatás, tehát az azt jelenti, hogy egy olyan törzsgyűjteményi jelzetállományban, amikor sok ezer könyvről beszélünk, ott is mondjuk feljön 50 láda könyv, mondjuk, most mondtam egy példát, és akkor azt előválogatjuk. Tehát, hogy melyik típusra, a kötése szerint, a könyvtárája szerint nagy alakú, kis alakú, ez előválogatásra kerül. A kollégák odaülnek, és akkor én csak humorosan ezt krumpliszedésnek hívom, mert kicsit úgy kivarakva sok láda, és akkor leválogatják egy pár óra alatt, de ez nagyon fontos, hogy hatékonyan és gyorsan tudjunk dolgozni, mert ugye ne az adott gépen munkálmáson derüljön ki, hogy alkalmatlan az a dokumentum oda, és akkor nyilván ez kell egy tapasztalat. A másik, ami nagyon fontos, a mi munkánk szempontjából, hogy állományvédelmi, nem bírom kellőképpen hangsúlyozni, állományvédelmi digitalizálás zajlik, ami azt jelenti, hogy a dokumentum nem sérülhet. Főleg egy muzeális dokumentum esetében, ez nem csak papír, hanem ez pergament alapú dokumentumot is jelenthet, transzparens műtárgyalt, de számos, dokumentum típusra találkozunk, és akkor ilyenkor egy állományvédelmi szakember, egy restaurátor és egy digitalizáló szakember közösen összeül, és akkor gyakorlatilag besorolják a dokumentumot, hogy milyen technológiával digitalizáltó. Amikor Édi Mariana beszélgettünk a restaurálásról és a fényről, hogy mennyire árt a dokumentumoknak a fotózáshoz, mert ugye ez is nagyon fontos része a digitalizálásnak, hogy fotós eljárások is vannak, és a fotózáshoz azt gondolja az ember, hogy az fény szükséges. Hogyan lehet ezt megoldani? Ezt milyen kompromisszum van itt, amikor nem lehet egy, egy pergamennek, egy régi kéziratnak brutális fényt érnie, és ugyanakkor fény szükséges a fotózáshoz. Igen, feltétlenül oda kell figyelnünk a fénynek a mennyiségére, hogy, hogy mekkora fényjel világíthatjuk meg. Ezt előzőleg a restaurátor kollégák nekünk megszokták, hogy mekkora az a fénybe hatás, ami, ami még nem teszi tönkre a dokumentumokat. Ez 170 és 200 lux között van meghatározva. És speciális UV-mentes és állandó fényű lámpákkal fotózunk. Hogyha úgy el lehet képzelni, nagyjából félhomályban, homályban. Ennek, ennek következtében hosszú záridővel fotózunk viszonylag szűkre kessze, úgyhogy maga a folyamat, a digitalizás vagy a fotózási folyamat is elég. Elég hosszadalmas, különösen így, hogy hosszú záridővel dolgozunk, úgyhogy fönt nálunk a fotós galérián meglehetősen lassan folyik a munka, azonban a Manó kollégám szokta mondani, hogy ez, ez, már, már kézműves digitalizálás. Pontosan ez gyakorlatilag látszik a Digitalizáló Központ teljesítmény mutatóim, hogy a tömeges digitalizálás a havonta a több százezer, igazából minimum egy millió oldalt oldalas beolvasási teljesítményt. A fotós csoport az egy jóval a munkatempóban dolgozik. Nyilvánvaló, hogy egy 20. században megjelent több példányban megjelent könyvet, és egy középkorban kézműves technikával készült kódexet nem lehet ugyanolyan technikával, ugyan hozzáállással digitalizálni. Szóval ez, ez teljesen szétszedi a munkafolyamatot, ez egyébként kihat a, a digitalizáló központ struktúrájára is. Tehát a scanneres csoportunk foglalkozik nagy létszámban, sok géppel a 20. századi könyv dokumentumállományon, mert nem csak könyveken dolgozunk, hanem plakátokkal, kis térképekkel, tehát gyakorlatilag lefedjük a te, teljes dokumentum állományát az OSK-nak, és a fotós csoportunk pedig kiemelten a kézműves speciális digitalizálás és arra foglalkozik, mit jelent ez a kézművesség. Egyedi eszközöket gyártunk sokszor egy-egy dokumentumhoz. Tehát, hogy ha nem tudjuk úgy kinyitni azt a kódexet, azt a régi nyomtatványt, hogy, hogy ne sérüljön, vagy ne, ne érje olyan behatás, akkor például legyártunk mi magunk, vagy a restaurátor kollégák bevonásával olyan eszközöket, ami ezt, ezt megengedi. Kicsit a visszamennék, ez a rekesz és az záridő kérdésére, hogyan lehet ezt legegyszerűbben valahogy elmagyarázni a otthoni, ugye mostanában a fényképező már mobiltelefonnál aljasult, hogy úgy mondjam, és uh, mire figyeljen egy, 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 normál hallgatónk, aki, aki fotózik ezzel a rekesz záridő kérdéssel foglalkozik? Magában a, a digitalizálásban, amit mi csinálunk fönn a fotós sátorban, nyilván ennek van egy, van egy arányszabálya, hogy hogy lehet használni a blendét és a záridőt, hogy megfelelő minőségű expozíciót kapjunk. Most mi ezt fénymérőkkel mérjük ki. Egy általános fotózással foglalkozó ember, aki egy mobilt kap, vagy egy, vagy egy bridge gépet használ, annak be van építve a fénymérő, nem kell semmit sem tudnia ahhoz, berakja a programra a gépet, és akkor már, már működik is megfelelően. Önmagában ez egy, ez egy arányosan futó szabály, hogyha mondjuk tágrekesszel fotózik egy ember, akkor az mehet uh, rövid záridővel, uh, illetve pont fordítva, hogyha valami szűkre kesszel, fotózunk, akkor hosszú záridőt kell hozzá használni, egy megfelelő fény be az érzékelőbe. Uh, de erről rengeteg cikk megtalálható az interneten. Bár, bár fogjuk ugye, a ugye linkető. nálunk, nálunk uh, Elsősorban így a, a lámpáknak a pozíciója, a reprodukciós beállítások, azok nagyon-nagyon azok fontosak, hogy, hogy tökéletes reprodukciót tudjunk készíteni. Ugye ennek is megvannak a szabályai, hogy hogy állhatnak a lámpák 45 fokos szögben, hogy minél laposabb fény érje a dokumentumot. Ez a laposabb fény azt az jelenti, hogy ne legyen árnyék a dokumentumon a fényképezőgép, mondjuk, hogyha valaki nem látott még ilyet, vagy nem találkozott hasonlóval, ez egy nagy állványon található, ahol a fényképezőgép lefelé áll. És például ennél is nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen a, a reprónál, minden, minden, minden nagyon, nagyon apró dologra oda kell figyelni ahhoz, hogy tényleg megfelelő minőségű képet tudjunk készíteni. Például a fényképezőgép a tárgyal teljesen párhuzamosnak kell lennie. Hogyha egy picit is elmozdul a fényképezőgép, akkor már nem készít megfelelő minőségű felvételt, mert egyik oldalon már életlenebb, másik oldalon meg, meg nem tudom, tehát hogy torzít, torzíthat ilyen, ilyen esetben, úgyhogy vízmértékkel állítjuk be a, a fényképezőgépet, amikor feltesszük ezekre az állványokra. Erre utalt Manó, hogy ez egy ilyen kézműves munka, arra gondolná az ember, hogy a digitalitás, ez egy unalmas folyamat, jönnek a könyvek, és akkor hajtókat lapozgatni kell, mennyire tudod a munkatársakat a normális szkenelése, ami nem a fotós technikával szól motiválni, hogy... Igen, ez egy mindenképp egy monoton munka, tehát monoton munka tűrés szükséges ennek az elvégzéshez. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy, hogy az adott kollégák motiváltságát azért fenntartsuk. Ezt úgy tudom én támogatni, hogy a munkaszervezésünk olyan, hogy forognak a, a kollégák az eszközökön, forognak a projektekben, nem napi szinten, hanem egy pár hetes időintervallum betartásával. Mit jelent ez, hogy mondjuk, hogyha valaki egy felső gépen dolgozik, egy felső kamerás könyvszkenner, az kell képzelni, hogy van egy könyvbölcső, amire ráhajlik egy rácsukható egy üveg, lap, ami leszorítja a könyv uh, lapjait, és akkor uh, nem lesz hullámos, éles lesz a kép, és fölülről pedig egy ilyen fény uh, segítségével, fény megvilágítással párhuzamosítva egy, egy kamera beolvassa a dokumentum, ez, ez, a felső kamerás, tehát gyakorlatilag egy ilyen uh, úgy néz ki, mint egy, mint egy utcai uh, És akkor ezzel mondjuk egy ilyen masinán az ember dolgozik mondjuk két-három hetet, és akkor utána mondjuk kap egy másik feladatot, mondjuk egy mikrofilm szkennerem, vagy egy, vagy egy robot a, a, menedzselésével tölti a napét. Nagyon fontos az, hogy figyelembe veszem azt is, helyeti beosztásrendben dolgoznak a kollégák, hogy ki, mit, ki, hol szeret dolgozni. Tehát, hogyha valaki kifejezetten nem szeret egy technológián vagy egyfajta dokumentum típussal dolgoznak, akkor nem erőltetjük. Tehát ez, ez is egyfajta motiváció a, a dolognak. Van olyan része még a munkának, ami, amiben tudunk ö, egy kis változatosságot vinni. Mit jelent ez, hogy a dokumentum előválogatása az mindig egy ilyen dolog, hogy kicsit elszakadni attól, hogy ülő munka, nem meg lehet egy kicsit mozgatni a kollégákat. A másik, ami mindig vonzó tud lenni, gyakorlatilag az ilyen új dolgoknak a megismerése. Például most gépteszteket végzünk a digitalizáló központban, különböző dokumentum típusok vizsgálatát, összevetését végzik a kollégák. Ez egy érdekes szakmai kihívás jelentő feladat, ez azért jelentős szint viszonapékba, de ilyen lett a fotós például egy multispektrális vizsgálatnak a bevonása a Nemzeti Könyvtár regiszterébe. Aha robotszkenner, ami belépünk a dutiázó központba, van egy, egy baloldalt, egy robotszkenner. Szeretném a kollégák ide kerülni, vagy itt van egy verseny, mert nekem az a legizgalmasabb része az egészben. Bemutatnád ezt a szkennert? Való igaz, hogy a robotszkenner az egyik legkorszerűbb technológiánk a digitalizáló központban. Bizonyos kollégák nagyon szeretnek vele dolgozni. Van lelke az eszköznek, és tehát, hogy nem, nem úgy működik, hogy nem egy, nem egy, nem, egy fajék egyszerűségű eszközről beszélünk, tehát egy nagyon felkészült ö, operátorra van szükség az üzemeltetéséhez. Ezért van olyan kollégánk, aki ezt szereti mondjuk, mert ő kihívást érez benne, van olyan pedig, aki ezt kifejezetten nem szereti, mert mondjuk nem akar oda arra figyelni mondjuk az adott könyvnek milyen gram sűrűségű vagy lapja van, tehát milyen nehézségű lapja van, és azt mondjuk be fogom lenni a könyvszkennertetén. Azt a robotszkennert úgy kell elképzelni, hogy van egy ruhásszekrény kinézetű doboz, aminek az egyik oldala nyitott, oda lehet mellé állni, és ebben a nyitott részben egy V-bölcső található, tehát belehelyezzük a könyvet, ezt rögzítjük, és felülről függőlegesen beereszkedik ebbe a V alakú tartóba, egy lefelé fordított háromszög, ami pontosan beilleszkedik ebbe a v és ö, utána, amikor ez az első lépésű leereszkedett, utána pedig vákum segítségével a két könyv oldalt, az oldalpárat egyszerre felhúzza, és egy vonalszenzor ledes megvilágítással párhuzamosítva beolvassa a dokumentumot. Gyakorlatilag, amikor ez a lépés ö, befejeződik, akkor sűrített levegő segítségével átfújja a két oldalt, és így történik a lapozás. Ettől robot scanner, robot scanner, hogy nem szükséges manuálisan kézzel lapozni a könyvet. Az viszont szükséges, hogy felügyeletet igénye, tehát nem, nem, lehet egyedül hagyni. Azért nem, mert számos könyv típus létezik, nem egy homogén dokumentumállományjal dolgozunk, minden könyv egyedi beállítást igényel, és akkor hogy folyamatos kezelő jelenlétre van szükség. Van mellette egy monitor, ahol rétányban lehet látni, hogy hogyan dolgozik ilyenkor az operátornak, milyen feladata van. Így van, a valós idejű megjelenítés azért van szükség, mert azonnali folyamatkontrollra van lehetőség, tehát nézze a kolléga a képminőséget. Ugye könyvtárról beszélünk, azért egy raktári területen eléfordul por is, meg nem csak a raktári területen, dokumentumokról, amikor egy robotszkenner vákuma leszívja a port, akkor benne van az a lehetőség, hogy a szenzor elkoszlódik, és amikor a, egy beolvasó szenzoron megjelenik a por, az a képben úgy köszön vissza, hogy csíkoz, pöttyös lesz a kép, szóval erről oda kell figyelni például arról nem, nem, tudja a digitális technológia eldönteni, hogy most koszos szenzorral dolgozik, vagy a könyvnek a tartalma ilyen, az oldalon milyen képek találhatók, tehát például a, a, kezelőnek ez a feladat, hogy a szenzort letisztítsa adott esetben. Amit fotóztok, ott el tudjátok dönteni, hogy ez egy folt, vagy, vagy bármi, az utómunka mennyivel másabb, mint a, a, normál tömeges digitalizása képes gépeknél, és az, amit ti csináltok. Mi nem foglalkozunk utó munkával, mi csak a fényképezéssel foglalkozunk. Semmi nem történik, amikor a gép elkattintja az expót, utána az elmegy valahova, és mások foglalkoznak vele, akkor ezek szerint. Én ezt kicsit máshogy fogalmaznám meg. A digitális utó munkára azért nincs szükség, mert digitalizást megelőző előmunkálatokra van szükség, munkálatokat végzünk. Tehát gyakorlatilag használunk. Targeteket. Ez a target, ez egy olyan eszköz, ami a, a munkámás kalibrációját segíti. Egy platina ö, lapról van szó, amin különböző kis néz, színezett négyzetek, dőlis szögmérők, mérők vannak, és azt lefényképezik a kollégák, és akkor ezzel hitelesítik úgymond a munkámást, hogy színhelyes legyen, hogy mondta, ö, amit említett színi, hogy ne legyen torza kép széle, például a lencse torzítás az egy, ö, az egy ö, olyan faktor, amit mindig figyelme kell lenni, és hogyha a beolvasott kép minősége az jó, akkor a digitális képi utómunkára nincs szükség. Olyan esetben van szükség a digitális képi utómunkára, amikor egy ö, megint visszakanyarodnék a, a középkori kódexhez, vagy egy, egy vastag pergamen kötésű dokumentumhoz, mert képzeljék el a hallgatók, hogy egy ilyen pergamen lapnak azért van egy, egy rugalmasság, egy ereje. Ez domborodik. Tehát amikor kinyitjuk, ez kb. kirúgja magát. Ez, ez viszont nem, nem fér bele a digitalizásba, hogy, hogy hajoljon a kép, a digitális kép, tehát hogy nekünk egy sík képre van szükségünk. Hát egy csinál ilyenkor a felkészült fotós. Például... Igyekszik, igyekszik úgy kitámasztani a pergamenlapot, hogy minél jobban felvételezhető legyen. Mert mondjuk a pergameneknél van egy olyan tulajdonságuk, hogy a párás időben meg meghullámosodnak, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy minél rövidebb ideig uh, fotózzuk ezeket a pergamen kódexeket, viszont uh, van egy uh, speciálisan erre a feladatra egy eszközünk, amit a restaurátor kollégák csináltak nekünk, tehát van egy keret, ahol vannak ilyen kis leszorító pöckök, és, és ezzel tudjuk úgy lefogatni egy, egy pergamen lapot, hogy az a legkevésbé legyen hullámos. Na de én ö, emellett láttam azért üvegpálcákat is például, és az egész példát azért hoztam, hogy kérdezted a digitális képi munkát. Na most ö, gondolj be, hogy oldalanként mondjuk le van szorítva egy dokumentum, a digitális képen látszik a leszorító pöcök. Használjam ezt a szót. Mert igen, mert igen. nekem is ez a pöcök. Szóval a pöcköt, azt ki kell, kell szedni a digitális képről, gyakorlatilag azt ki kell retusálni. Ez már egy digitális képi munka. Most ő, uh, itt számos példát hozhatok, egy budai krónikát is hozhatok, ami nemrég uh, jelent meg a Nemzeti Könyvtár kiadásában újra. Ez például a, az, hogy ez elkészülhetett, ez a fotós csoport egyik érdeme, mert, uh, mert ők állították elő azt a digitális képet, amiből a a később dolgozott. most úgy ugyanerre erre volt szükség, hogy volt egy leszorítás, amivel kisimították a, az adott oldalát a dokumentumnak, és aztán azt a digitális képről el kellett távolítani, Ne számtalan esetben előfordul, ez egy fajta digitális képi utómunka. A tömeges folyamatainknál egy kicsit más a digitális képi utómunka jellege, ott ö, más, más, hogy ö, állunk ehhez hozzá, kevésbé kézműves a dolog. A lényeg ott az, hogy készül egy ócérezett pdf állomány, ami szolgáltatható. Az ócérezett PDF azt jelenti, hogy karakter felismert, tehát kijelölte a szöveg kereshető. Ez a muzeális dokumentumok nagy részénél csak akkor lehetséges, hogyha a technikával készült, mert hogyha a kézírás tartalmaz, ott az, az, az még, még a tömeges módszerekkel nem tartunk. Ott egyébként a könyvtárnak van olyan területe, ami használ kézírás felismerő technológiát, de nem, nem tartunk még ott, hogy ezt a tömeges folyamatokba bejesszük. Igen, itt már a mesterséges intelligencia is bejátszott ebbe a dologba. A normál digitalizálásban van már valami, amit tudtok használni, ami tud segíteni a mesterséges intelligencia? Jelenlegi munkafolyamataikban a nem használunk mesterséges intelligenciát, bár már vannak olyan előkészítő projektjeink, ahol ezt használjuk. Az egyik ilyen, vagy elkezdtünk ebbe az irányba elmozdulni, az egyik ilyen például a mikrofilmek Digitalizálása az folyamatosan zajlik, sok millió oldal digitizált például már elkészült, az, jelenleg azt hiszem, hogy a 6,5 millió oldalnyi ö, mikrofilmünk már publikálásra, és itt viszont az a, az a probléma, vagy az a, az a kihívás, hogy a mikrofilmezésnél a fizikai példány, vagy a fizikai jelleg az a tekercs. A tekercsen viszont adott esetben több cím több szám található például egy újságnak, a mikrofilmezés volt a korábbi évtizedekben az állományvédelmi másolatkészítés gyakorlatilag, amikor még nem volt digitalizálás, akkor ezeket a sokszor törékeny savas hírlapokat lefilmezték, lefotózták, és ezeket mikrofilmen előhívták, és akkor így lehetett ezeket megtekinteni. Na most mi ezeket digitalizáljuk, de hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, hogy egy újságnak az adott évfolyama adott száma legyen elérhető, kereshető. Ehhez például az AI, tehát a mesterséges intelligencia az nagy segítséget tud adni, mert ha ezeket kézzel kell levágotni, 6,5 millió oldalt, tehát kertsenként átnézni, az egy óriási időt és nagyon sok embert igénylő munka. Például ez az egyik király, amiben elmozdul. Amikor a filmezés, az lehet mondani a digitalizálás elődjének? Miben más? én nem tudnám összekötni analógiában, mert az egyik gyakorlatilag az csak egy, a mikrofilmezés az egy másolatkészítés, az, az analóg világban létrehoztunk egy másolatot, egy dokumentumról. Tehát a mikrofilmet akárhányszor, ugye az analóg dokumentumnak az az egyik legfontosabb jellege, hogy amikor átmásolod, akkor romlik a minősége. Itt mindig azt a példát szoktam említeni, hogy az, az audio kazettát, amikor más voltuk gyerekkorunkban, akkor egyik kazettára a másikra, és a 30 már elég, elég is istergős volt a hangja. Na most a digitális világban pont ez a, az egyik legnagyobb előny, hogy bármennyit más voltam a dokumentumot, a minősége nem változik. És ez nagyon fontos. És a, a másik, ami, ami még rettenetesen nagy előnye a digitális technológiának, a digitális világnak, hogy a hozzáférhetőséget segíti. Tehát, hogy a mikrofilmet ugyan, ugyanúgy csak a könyvtárba be kellett jönni, és akkor csak mm -hmm. nem a, 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 sérülékeny újságot néztem, 100 évvel ezelőtti újságról beszélek, vagy 120 évvel ezelőtti periódikákról, nem azt nézte az olvasó, hanem a mikrofilmet tekergette. De be kellett jönni azt, hogy a mikrofilmet digitalizáljuk, és kirakjuk szolgáltatásba, tehát ezt a Nemzeti Könyvtár szolgáltatásában megjelenítjük, akkor ez otthonról sok olvasónak egyáltalán az átlagember számára hozzáférhető válik. Széchenyi könyvtár úgy őrzi például a könyveket, és sok minden mást, hogy van egy muzális példány, amit, amit nem szolgáltat. Ez itt a digitalizálási rendszerben megvan el ez az analógia? Van. Van rá egy analógia. Mi mindig egy digitális mesterfájlt állítunk elő az, az minden jelent? eszközön. Az a ez a mesterfájl az azt jelenti, hogy az adott gépen elérhető legjobb minőség, úgy, hogy a, a, folyamataink szerint ez kezelhető méretű legyen. Egy kicsit most ezt itt szembe megyek az az adott gépen legjobb minőség, mert van egy olyan szempont is, hogy ez a megőrzési rendszer számára is egy, egy kezelhető méretű formátumú kell tenni. A digitizás nem csak a tartomszolgáltatás számára dolgozik, hanem egy, megőrzési, állományvédelmi megőrzési célra is digitizálunk. Tehát a masterfájlok nagyok, nagy méretűek, és, és tömörítetlen formátumban vannak. Ez mondjuk egy középformátumú kameránál, amit mondjuk a photoshop használ, az ott esetben több száz megás is lehet, maga az a, az a képfájl, de ez egy oldalt jelent. Tehát most nem életszerű az, hogyha van egy 200 oldalas kódex, aminek 200 200 megabajt lesz a mérete, tehát ez egy órási méret, ezt mindig konvertáljuk a szolgáltatásban, és gyakorlatilag ez, ez a mesterfáj az, ami a védett példánya az a dokumentumok esetében. Fontos az, hogy mivel foglalkoztok, vagy egymásnál jön jönnek ezek a kódexek, aztán jön egy kézirat, aztán jön egy képeslap, most éppen zajlik egy, egy kódex projekt, itt csak kódexek jönnek fel, viszont a kis József levelezését is most digitalizáljuk, ez megint egy más témakör. A, ami feljön hozzánk, az teljesen vegyes, képes lapoktól, kéziratokon keresztül, tényleg olyan, olyan dokumentumok, amikből egy is megismételhetetlen példányok vannak, vagy... vagy... Ilyenkor megállsz egy pillanatra, amikor elét kerül egy ilyen? Természetesen igen, <laughs> hogy ne. Most van nálunk fönn egy, egy uh, egészen pici kódex, ami tulajdonképpen akkora, mint egy levelező lap, viszont minden második vagy harmadik lapján gyönyörű iniciálék vannak. Uh, nem győzök csodálkozni rajta, hogy hogy tudtak -e ennyire precízen és szépen Készíteni ilyen aprólékos apró iniciálékat úgy, hogy, hogyha ezzel a középformátumú kamerával lefényképezzük, amit az imént Manu említett, olyan mértékben lehet felnagyítani a fényképet, hogy olyan részletek is előbukkannak ebben az iniciálékban, képekben vagy szövegekben, amit szabad szemmel látni sem nagyon látunk. Megpróbálom kimondani, multispektrális eljárás, mert erről is volt róla szó. Mit takar ez pontosan? Hát a multispektralitás az azt jelenti, hogy nem csak három sávban, tehát a három látható tartományban dolgozunk, hanem igazából több hullámhossz tartományban készülnek felvételek. Mit jelent ez egy könyvtári dokumentumra módkoztatva? Hát egy adott esetben egy, egy egy, egy, kikapart ö, ö, könyv oldal, egy kódex oldal, hogy miért kaparták ki, mert ö, értékes volt az alapanyag, és a, az információ, és ha volt az információ, akkor, akkor kikaparták is, írtak rá mást. De egy ilyen technológiával, a multispektrális technológiával, a szemlélettel ö, elő tudjuk hozni azokat a, az emberi szem számára már nem látható információkat, amit egyébként tartalmaz a dokumentum. Ez azt jelenti, hogy UV és infra hullámhosszon is megvilágítjuk a dokumentumot, és úgy is megnézzük. Pont egy iniciálival kapcsolatban olyan dolgok jöhetnek ki, ami a készítésének a fázisait, vagy már megfakult, megsérült, az érzelmük során megsérült tartalmakat hoznak elő. Volt ilyen vizsgálatunk nemrég, pár hónap előttem, kézirattár kódexeire vonatkoztatva, ott volt, amikor egy szerzőségi kérdésnek, hogy az adott dokumentumot kihez lehet kötni, ennek próbáltunk utána járni, mert át volt satírozva, vagy ki, tehát olyan tintamarás volt már rajta, ami láthatatlanná tette az információt, sok esetben ezeket így elő lehet hozni. És ez egy Nyilvánvalóan, hogy az ember, amikor elkezd játszani a hullámhosszokkal, és aztán úgy ö, dolgozza fel a képeket, hogy a minél több információt kapjon, az már nem az a műfaj, hogy, hogy minél többet, minél gyorsabban, az esetekben hetekig tartó munkát igényel egy-egy oldalon. Ö, szóval ez, ez egy kicsit más jellegű dolog, azért említettem, hogy ez egy jó nagy kihívás a mindennapos munka, munkák között. Igen, meglehetősen érdekes volt maga a digitalizálás, amikor amikor a, a multispektrális fotózás zajlott. Hmm, Hozzáteszem, hogy rengetegen voltak, no, mindenkit nagyon-nagyon-nagyon érdekelt. Volt egy kódex töredék például, ami ki volt satírozva. Talán az lett a legjobb, azzal sikerült a legjobb eredményt elérni. Teljes egészében visszajöttek a, a betűk a kódex maradványon, ami ami, amint szabad szemmel, jó formán semmi nem látható. Hát igen, hogy sokan jöttek, de ez is olyan dolog, hogy a műfaj maga az olyan, hogy egy, egy, sötét sátorban, egy sötét szobában történik a felvételezés, nem látható fénytartományok van, tehát egy hullámhosszokkal. Maga a felvételezés az, az nem egy túl érdekes dolog, amikor a mesterségesen megszínezett, ugye a, mondjuk egy infratartomány, ez nem piros, vagy fekete, vagy zöld, hanem ott kontrasztok vannak, az, hogy ezt láthatóvá tegyük az információt, mesterségesen megszínezzük. Maga az elkészült, az analizált képanyag, amit adott esetben több héttel később készül, el, na az már érdekes. De egyébként egy kicsit olyan. Egyébként izgalmas volt. Izgalmas, mert fel kell venni a szemüveget, mert UV tartományból, hogy ne, hogy emberi szem, mert érjön a sugárzás, ami esetleg károsíthatja, meg tényleg az, tényleg az a sötétség, azok a kék fények, az nagyon, nagyon romantikus tud lenni. Hozzáteszem, Jöttek a médiától is, és ott egy, a kamera bezavarta a berendezést, mm. szóval a magáról a folyamatról, amikor a felvétel zajlott, nem tudtak felvételt készíteni, mert, mert a kamera infrája bezavarta az infrás felvételezést. Azt is hozzá kell még tenni, hogy ö, nagyon drága volt annak a papír, a, a pergamen, és ezért is rendkívül sok ilyen kódex töredék van, sok könyvet régi kódexbe kötöttek bele, és akkor így kerülnek elő különböző dokumentumok, és ez a vizsgálat segítenek, ennek a, a előhívásában, a megmutatásában a papír jóval, hogy lett. Mostanában ezt a digitalizálásnál is tapasztaljátok, hogy gyengébb minőségű, mondjuk egy 200 éves könyv, mint egy mostani. Természetesen, igen. Én ezt ö, kicsit máshogy közelítem meg. Van ami igen, de az is kérdéses, hogy mire készül az a dokumentum. Mert egy sajtótermék, a, 19. század második felében ugyanúgy a zolcsó és megfizethető papírra készült, ahogy a most is, tehát hogy nem, nem, nincs ebbe különbség, az, hogy egy könyvnek mondjuk milyen reprezentatív célja van, milyen funkciója van, milyen célközönsége, az nyilván meghatározza a, a hát Egyébként nem csak régi könyvek digitalizásával foglalkozunk, hanem a könyv könyvállományával is. Az egy más kérdés, hogy ezeket nem szolgáltathatja a nemzeti könyvtár évtizedekig, de a, egyébként maga a, a, a digitalizás az nem csak a régire, tehát a folyamatosan beérkező dokumentumállományra is vonatkozik. És a mostani könyveknél én azt veszem észre, hogy nyilván nagyon ö, ö, képi világot írunk, tehát a vizuális a információ nagyon sokat számít, és emiatt nagyon sok színes, és ö, sok esetben átfutós tartalom, és akkor ez, ez nálunk az átfutós tartalom, az mindig egy olyan fura, hogy mit jelent az átfutós, hogy ez egyik oldalról mondjuk egy, egy madárnak a természetfutója átfut a másik oldalra is, tehát mind a két oldal kihajtva adja ki a képet, Na most ezt ö, szakmai kívás úgy megcsinálja, hogy ne sérüljön a tartom, tehát a kötésnél is látszódjon a, a tartalom, és ne sérüljön a könyv se. Úgyhogy ez, ez például az új könyveknél egy ilyen, egy ilyen trend, hogy sok az átfutós tartalom. Régebben nem volt ennyi. Beszéljünk kicsit a számokról. 2021-ben 1,3 millió oldal, 2022-ben 6,5 millió oldal, és 2023-ban mennyi lesz manó a digitalizált oldalak száma? Hát 23-ban egy 10 millió oldalas cél tűztünk ki, ami eddig úgy néz ki, hogy teljesíthető. Azért ez egy sok tényezős dolog az, hogy 2021-ben például mennyi volt a digitalizált oldalak száma, ez, ez egy csalóka, mert ugye nemrég volt egy, egy Covid időszak mindenki életében, és ugye hát távmunkában nehéz digitalizálni. <laughs> és ezt azért... Ugyan, hogy a kódexeket, hogy maga a Maga egyébként a, 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 teljesítmény alapú munkaszervezésünk az tavaly indult el olyan szinten, hogy, hogy tényleg ezt a havi Havonta egy millió oldalt el tudjuk érni. Én azt gondolom, hogy ö, sok esetben lenne lehetőség, ennél többet is sen, Van, amikor ennél kevesebbet ö, lenne szívesen benne, de ez is olyan, hogy, hogy szóval igazából az egy átlag, tehát hogy milyen tartalomszolgáltatási projektek vannak, milyen ö, logisztika kapcsolódik ehhez. Csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy nem úgy van ez az egész, hogy a digitalizálás az egy különválasztható folyamat a könyvtár többi részegységétől. Ez nagyon erős logisztika kapcsolódik, nagyon erős megőrzési folyamat kapcsolódik, ugye tartalomszolgáltatásba, hogy bekerüljön. Előtte ezeket fel kell dolgozni, ugye mit jelent ez, fel kell dolgozni, tehát egy jelzett nélküli dokumentumokat nem tudunk digitalizálni. Tehát hogyan nevezem -e a digitális fájlt, hogyha nincs egy kapcsolódó adathalmaz, Úgyhogy ez mind, mind olyan dolog, hogy a digitalizás maga, oké, okay, csinálhatunk uh, havonta 5-6 millió oldalt, de hát az egy értelmetlen adattömeg lesz. Tehát ez egy olyan adattömeg, amit meg tudunk őrizni, ezt szolgáltatni fogja a Nemzeti Könyvtár, tehát ez, ez egy, egy ilyen komplex dolog. Egyik uh, interjúban mondta, hogy 900 millió uh, oldalnyi dokumentum van most. akkor én... Ez 90 évet csatolok, hogyha vagy annyit számolok ki a matematikai hát, alapján. Úgy, úgy szoktuk, igen, ö, ö, becsülni, ugye közel 10 millió ö, dokumentum van a Nemzeti Könyvtár állományában, és ezt ö, szoktuk becsüléssel 900 millió oldalra ö, satszolni. Én azt gondolom, hogy ö, a számok fontosak, de nem nem csak a, a mennyiség, hanem a minőségi számít. Tehát egyrészt, ugye értelmesen a jövőre, jövőnek dolgozva kell digitalizálni, tehát nem, nem, érdemes úgy digitalizálni, hogy ezt 5 év múlva, újra kelljen az és Ez Az egyik, a másik része az, hogy milyen hangsúlyok vannak a dokumentumállomány digitalizásában. És itt tudok arra visszautalni, hogy mi tervszerűen dolgozunk, a minden szakmai terület lead egy digitalizási tervet a digitalizáló központnak, és mi a, 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 az alapján dolgozunk, tehát ezek kutatási tervek alapján, tartomszolgáltatási irányok alapján, intézményközi együttműködések alapján, tehát igazából van egy priorizáltsága ennek a munkának. Az nem, nem úgy kell képzelni, hogy elkezdjük a egyestől és a 900 millióig végig sorban, hanem inkább egy, egy ilyen nagy sok játszma, aminek a célja az, hogy, hogy a Előbb-utóbb az egész állományt digitalizáljuk, de mégis a legfontosabb az, hogy, hogy, hogy megfelelni a, a vezetés és a szakmai területek igényeinek. Nem beszélve arról, hogy évente is még jó pár ezer könyv megjelenik, tehát ez a 900 millió csak egy mostani állapot. Sok könyv megjelenik, de azért én azt gondolom, hogy a, a modern könyvnek, a digi, könyveknek a digitalizálása az egyszerű folyamat, egyszerű feladat, mint mondjuk uh, egy külön gyűjteményi, mondjuk egy kis nyomtatványtárban található dokumentumállomány digitalizása az jóval bonyolultabb, vagy mondjuk már méretű térképek digitalizása, mint egy, mint egy napjainkban megjelent könyv. A másik pedig, hogy előbb-utóbb én azt gondolom, hogy uh, minden könyvet digitálisan is meg fogunk kapni uh, kötelés Jelenleg nem így van, de de szerintem ez a, ez a jövő, mert, mert minden eleve digitális gyorsan készül el, és aztán kinyomtat el. Jack. Ez a technológiai fejlődés, ami jellemzi ezt a korunkat, a fotózást, az mennyiben látsz -e olyan jövőt, ami rövidítheti a munkát, könnyítheti a munkát, hatékonyabbá teheti? Hatékonyabbá teheti, könnyíteni is végül is könnyítheti, de nekünk a meghatározóak a dokumentumok, amiket digitalizálunk és hogyha valami egy viszonylag uh, sérülékeny pergament kódex, akkor uh, hiába van nagyon jó felszerelésünk, nem tudjuk begyorsítani a munkát, azonban van egy Face One típusú 100 megapixeles kameránk, amivel tényleg el tudjuk érni azt a minőséget, amivel nem kell öt év múlva újra digitalizálni. Ugyanakkor ezen kívül még van még két munkaállomás, illetve ami amit nagyon-nagyon szeretek is, és, és nagyban megkönnyíti a munkánkat, hogy Capture van programokkal dolgozunk, és élőképpen látjuk azt, hogy a monitoron, hogy, hogy, mit csinálunk a, a fényképezőgép alatt. Ez olyan szinten gyorsítja a munkánkat, amivel el tudjuk érni mi is havonta akár a tízezer oldalt is. A normál digitalizálásnál eljöhet -e az az idő, hogy beraksz egy könyvet egy, egy dobozba, és nem is kell hozzányúlni, és megcsinálja a robot teljesen. Bizonyos könyvtípusoknál én azt gondolom, hogy igen, hogy az jövő, hogy lesznek olyan robottechnológiák, már fejlesztés alatt vannak, ami emberi segítség nélkül lehetővé teszi a beolvasást. Azért abban én azt gondolom, hogy nem, nem lesz olyan, tehát olyan eszközre nem tudok gondolni, vagy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy olyan eszközt létrehozunk egy belátható időn belül, létrehozza az iparág, ami minden könyvtípusra alkalmas. Tehát, hogy vannak bizonyos könyvtípusok, amit, vagy olyan dokumentumtípusok, amit nagyon jól lehet automatizálni, mert igazából, hogyha van egy olyan dokumentumtípus, amiből van a világon mondjuk Pár százezer oldal, vagy pár millió oldal, de nem százmilliós, nem milliárdos nagyságrendben, nem éri meg ezeket kifejleszteni. Tehát ugye ez a közgyűjtényi szektor arról híres, az a speciális, hogy nagyon egyedi, nagyon heterogén a dokumentumállomány. Ez nem egy iroda, ahol hasonló méretű, hasonló papírok van, különböző információk vannak, de a papír méret ugyanaz, a, a sokszorosító technika ugyanaz. Gyakorlatilag minden dokumentum más. És amikor minden dokumentum más, erre ö, fejleszteni egy átfogó megoldás szinten lehetetlen. Jelenleg, én azt gondolom. Aztán meglátjuk száz év múlva, mit mond rá a, az majd a, a tudomány. De én most az én életemben azt gondolom, hogy nem, nem fogom azt megélni, hogy, hogy lesz olyan, ami mindenre is alkalmas, olyan lesz, ami, ami bizonyos típusokra, dokumentum típusokra alkalmas lesz különböző rendezvényeinken érdemes figyelni a felhívásokat, mert valamikor a digitalizál központba is be lehet hűtni, valamikor kitelepülünk és bemutatjuk a digitalizáló tevékenységet. Köszönöm szépen Pohánka színiának, és Kukár Barnabás Malának a beszélgetés. Ez volt Köszönjük a Széchenyi szépen. Könyvtár. Köszönjük szépen is. Nyolcadik adása.